Az iskolákban nagy részt augusztus vége felé kezdik osztani majd a 2018-2019-es tanév tankönyveit. A könyvek kiszállítása azonban már a héten elkezdődött. Az állami tankönyvellátásnak köszönhetően, évfolyamtól függően a családok 10-12 ezer forintot spórolhatnak meg diákonként, a jövő évi költségvetésben pedig az ingyenes tankönyvellátásra 11 milliárd forint szerepel. Az állami tankönyvfejlesztés révén egy magasabb minőség és a családok számára is sokkal kevesebb anyagi megterhelést jelentő tankönyvellátási rendszert hoztunk létre, amely precízen működik. Már nem a piaci profit maximalizási érdek és az egyre növekvő költségek jellemzik a tankönyveket, hanem azt, hogy már 1 millió diák ingyenesen kapja meg a tankönyvcsomagát. Első osztálytól 9. osztályig mindenki ingyenesen kapja meg a tankönyvcsomagokat. Ráadásul ezek a legmodernebb pedagógiai módszerekkel fejlesztett, látványos, tényleg mindenki számára sokkal jobban élvezhető tankönyveket jelentenek. Az iskolák március 15-én kezdték összeállítani a tankönyvrendeléseket, majd áprilisban a kelló könyvtárellátó Kft. Összeállította az első rendeléseket a nyomdai konzorciumnak, amelyet az Alföldi Nyomda vezet. Országosan az iskolák nagyságrendileg 12,5 millió darab tankönyvet rendeltek, amelynek körülbelül több mint 68% állami tankönyv. Ennek megfelelően állami tankönyvből körülbelül 10 millió darabot gyártottunk, illetve magánkiadók gyártották le a többi általuk kiadott tankönyveket. Tehát összességében nagyságrendileg 12,5 milliónál több tankönyvet gyártottunk. A legyártott tankönyvek kiszállítása a megyébe is megkezdődött. Országos számokon belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megye súlya elég nagy. Ebben a megyében több mint 800 ezer könyvet szállítunk ki, konkrétan 800.354 darab tankönyvet, 65.891 diáknak, és az iskolák, akik rendeltek tőlünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, száma pedig 282, tehát 282 szállítási pontra kerül ez a közel 66 ezer könyv. A pótrendeléseket augusztus 20-a után fogadja a kelló szeptember 15-ig, ezek kiszállítása szeptember utolsó hetétől kezdődik. Azoknak a 10, 11 és 12. évfolyamos diákoknak, akiknek fizetniük kell a tankönyvekért, a fizetési határidő szeptember 15-e, vagy a készhezvételtől számított 15 nap.